Kattints a Törzsadatok, Termékek, Termékcsoportok menüpontra. A következő ablakban láthatod a rendszerben található termékcsoportokat. A bal felső sarokban tudsz szűrni összes, nem aktív, aktív és törölt státuszokra. A táblázat tetején található nyomtatás gombbal kinyomtathatod a listát. A mellette található export gombbal lementheted a listát Excel, CSV vagy PDF formátumban. Az export melletti gombbal pedig beállíthatod, hogy egy oldalon hány találatot mutasson a rendszer. Az új gomb megnyomásával új termékcsoportot tudsz felvinni a rendszerbe. A következő ablakban add meg a termékcsoport nevét, illetve opcionálisan megjegyzést is írhatsz hozzá. Ha szeretnéd, hogy a termékcsoport megjelenjen a keresésekben, pipáld be az aktív státuszt. Végül kattints a zöld mentés gombra. A piros visszagombra nyomva visszatérsz a listához. Itt a kék színű módosítás gombra kattintva bármelyik termékcsoportot módosíthatod. A piros törlés gombbal törölheted, a zöld aktív gombbal pedig inaktiválhatod azt. Ezekkel a termékcsoportokkal tudunk majd különböző termékeket csoportosítani a telepi termékek listában.